Kedves szülők és gyerekek, sok szeretettel köszöntök mindenkit! A harmadik Béla Gimnázium Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény nevében. Szeretnék egy kicsit beszélni a zeneiskoláról is. Szeretnék kicsit beszélni arról, hogy miért jó a zenét választani, és milyen lehetőségek közül lehet itt nálunk választani ebben az iskolában. Én úgy gondolom, hogy egy szülőnek nagyon-nagyon fontos az, hogy a gyereke boldog legyen és kiegyensúlyozott legyen. A zene ebben nagyon sokat segít. A másik dolog, ami még tényleg nagyon sokat segít, az a sport. Mi a zenében tudunk lehetőségeket biztosítani ezeknek a gyerekeknek. Sok szeretettel várunk mindenkit! Köztudott tény, hogy a zene segít például a matematikai gondolkodásban, segít az olvasásban, az írásban. Sokkal, de sokkal könnyebben megy a gyerekeknek a tanulás, sokkal, de sokkal több dolgot tudnak elvégezni, és boldogabbak lesznek, a lelküket is frissíti, építi. Mit is tudunk ajánlani? Ebben a zeneiskolában többfajta hangszer közül lehet választani. Fel is sorolnám ezeket a hangszereket. Lehet zongorázni, orgonálni, hegedűn tanulni. Lehet fafúvós vagy részfúvós hangszereken játszani, meg is említek egy párat, furujával kezdi mindenki. Aztán lehet fuvolát választani, kürtöt, tubát, klarinétot, oboát esetlegesen. Hogyan is épül fel a zeneiskola? A tanításban. Előképző évfolyamokat tartunk kettőt, itt már rögtön hangszert is tanulnak a gyerekek. Persze szót kell ejteni arról, hogy szolfézsórán is részt kell venni. Szolfézsórában 2x45 percet járnak a gyerekek egy héten, és 2x fél órát tanulnak a főtárgyban, azaz a hangszer elsajátításában. 6 alapfokú évfolyamunk van, a 6. évfolyam után tesznek egy alapvizsgát ezek a gyerekek, és utána még lehet tovább menni 4 továbbképzős évfolyamra. Persze itt is lehet választani. Az átlagozaton tanulnak azok a gyerekek, akik hobbi szinten próbálnak hangszeren tanulni, és van egy olyan lehetőség, hogy aki zenei pályára készül, ők B-tagozatot vehetnek fel, és ezen a B-tagozaton sokkal több hangszeres órát tanulnak. Zeneiskola egy szabadon választható elfoglaltság, de fel kell hívja mindenkinek a figyelmét arra, hogy ezt egy egész évre választjuk. Itt, hogyha elkezdünk valamit, azt év végén egy vizsgával le is kell zárnunk. Tehát nem szakkörre jár a gyerek, hanem bizony komoly tudásbiztosító oktatásban vesz részt. Kötelező elméleti órák, mint már mondtam, az a szolfés, itt csoportokban tanulnak a gyerekek, természetesen ahhoz építjük fel ezeket a csoportokat, hogy milyen osztályban, milyen előképzős, avagy már alapfokú évfolyamban, vagy továbbképző évfolyamban járnak a gyerekek. Természetesen ahhoz, hogy ide beiratkozzon valaki, semmifajta előzetes tanulmányokkal nem kell rendelkezni a gyerekeknek. Sok szeretettel várunk mindenkit! Kisfilmünket azért készítjük, mert szeretnénk a szülőknek segítséget nyújtani gyermekeik hangszerválasztásához, valamint megismertetni önöket a zongora tanszakon folyó munkával. Életünket áthatja a zene, és ez alól senki sem vonhatja ki magát. Akár egy dal a tévében, vagy a rádió háttérzaja, de elég csupán egyetlen klik, és már is hatalmas mennyiségű zene zúdul ránk az internetről. A mai világ információ áradatában az a győztes, aki helyesen tud szelektálni.
felhangzik magunkban a kérdés. Ha egy lakatlan szigetre kellene mennünk, mi az a három dolog, amit magunkkal vinnénk? Bizonyára mindenki az értékeset, a maradandót választaná. A zeneiskola feladata, hogy rámutasson a zeneirodalom maradandó értékeire, azokra a zenékre, amelyeket érdemes egy életen át magunkkal vinnünk. Kodály azt írta, egyetlen élmény elég, és már is egy életre megnyílik a fiatal lélek a zenének. A zenésznek a kiművelt halláson túl az eszét, szívét és kezét együttesen kell fejlesztenie. Elidegenedtünk a természetes zenétől, attól, amit mi magunk hozunk létre, pedig ez mennyivel magasabb rendű tevékenység a kattintásra elérhető zenéktől. Miért tanuljunk zenét, kérdezzük. Már az ókör bölcselője hirdette, hogy a zene a lélek mélyébe hatol, és ott fejti ki nemesítő hatását. Filozófusok és művészek, előadók és zeneszerzők mondják, hogy művészet nélkül nincs egészséges emberi lélek. Szükségünk van rá, miként a levegőre. A zene által személyiségünk kiteljesedik, sőt környezetünket is megszépítjük. A zenetanulás szervezetre gyakorolt számos pozitív hatását igazolták a tudósok. Mentálisan tovább maradnak frissek a zenével foglalkozók, lassabb az öregedés folyamata, megőrzik lelki kondíciójukat. A gyerekek esetében például a zongorázás, mivel két kézzel végezzük, fejleszti a koordinációs képességet, az ujjak finom mozgásos mechanizmusát, de mindezek mellett sok olyan pozitív tulajdonsággal gyarapodnak, mint a szorgalom, a kitartás, a céltudatosság, az álhatatosság, ami az élet egyéb területein is segíteni fogja őket. Izgalmas zenetörténeti kalandozásra hívjuk a gyerekeket, megismerhetik a nagymesterek zongora muzsikáját, azokat a műveket, melyeket nagy zeneszerzők írtak gyerekeiknek. Gondolok itt például a fiai csodás kis darabokkal oktató mesterre, Sebastian Bachra, vagy az 5 éves korában már komponáló Zseni Palántára, a kis Mozartra. Mindenki jöhet hozzánk tanulni, aki betöltötte a 6 éves kort, és van benne vágy, kitartás és kíváncsiság, hogy ő vajon mit tudna kihozni ebből a csodálatos hangszerből. Eljön hozzánk, mi megvizsgáljuk a ritmus érzékét, énekelhet is, ha kedve tartja, megnézzük a kezét, a motorikus adottságait. Billentyűket hozunk mozgásba, amik pedig
megszólaltatják a húrokat. A páncél tőkébe vannak kifeszítve a húrok, amelyeket egy kalapács megüt, és így keletkezik a zongora hangja. Maga a zongora 6000 alkatrészből áll, és gyártásában 100 ember működött közre. Népszerűségének a másik oka, hogy egy nagyon fontos erénye van a többi hangszerrel szemben, hogy egy játékos több szólamban is képes tartja játszani, és így lett a zeneszerzőknek és karmestereknek fontos segédeszköze a zongora. A kicsik érdeklődése nagyon segíti őket a hangszerrel való megismerkedésben, így gyorsan haladnak a zongora tanulásban. Az első fél év végére már váltott kezes kis dalokkal örvendeztethetik meg szüleiket. Nem kell kottát olvasni, csupán hallás után, auditív módon és a tanári bemutatás alapján tanulunk. Megtanítjuk a gyerekeket gyakorolni, hiszen az órákon a gyermek tanárával gyakorol. Hogy mit tanulunk? Az első időkben az óvodából jól ismert dalokat, azokat a dalocskákat, amit gyakran már egész korán megtanítanak a szülők gyerekeiknek. Például a Cicuskám kelj fel, Csigabiga, Hinta palinta, vagy a Süsfelnap. A kezdeti években a szolfézs és hangszertanulás kölcsönösen kiegészíti, segíti egymást, hiszen a zongora órán is énekelünk, tapsolunk, hangokat tanulunk, sőt, még olykor kottázunk is. Az elmélet, a szolfézs tanulás és a gyakorlat, a hangszeres óra egymás nélkül nem képzelhető el. A szülők gyakran kérdezik, akkor kell vásárolnom zongorát vagy pianinót a gyermekemnek? Nos, őszintén meg kell mondanom, hogy aki úgy kezdi el az első előképzőt, hogy már van hangszere és rendszeresen gyakorol, az 4-5-ször messzebb jut a tananyagba, mint akinek nincs módja gyakorolni, és ezt lényeges kiemelnem, hogy a technikai alapok lerakása, a helyes ülés, test és kéztartás nagyon fontos a későbbi jó haladáshoz. Az első évben még egy év türelmi időt, haladékot adunk a szülőknek. Korlátozott számban az iskola is megengedi a gyakorlást, de ha az első év végén nincs otthon gyakorló hangszere, akkor átirányítjuk egy másik tanszakra. Az otthoni gyakorlás nélkülözhetetlen a technikai, zenei fejlődés szempontjából. Rendszeres készülés nélkül nem juthatunk el kitűzött célunkhoz, a zongora irodalom meghódításához. A szülők támogató figyelme tehát a tanulmányok egész folyamán rendkívül fontos. Nem szabad engedni gyerekeinket az első nehézség után meghátrálni. Világossá kell tenni számukra. Eredményt csak kitartó, rendszeres munkával lehet elérni. A zongora tanulmányok úgy épülnek fel, hogy két év előképző után kezdődik egy 6 osztályos képzés, mely alapvizsgával zárul. Utána még további 4 továbbképző évre van lehetőség. Tehát a 12 komolyan végig dolgozott év után nagyon kiválóan meg lehet tanulni zongorázni. Akik feltűnő tehetségről, rátermettségről tesznek tanúbizonyságot, azok emelt szinten B tagozaton tanulhatnak. A cél az általános műveltség szerves részét képező zenei kultúra terjesztése, ifjú muzsikusainkat a zenebarátok, koncertlátogatók körébe integrálni. Persze emellett fontos számunkra az is, hogy kineveljük a jövő zongoraművészeit, tanárait. Legnagyobb örömünkre már több tanítványunk került zenei pályára. A szülők a tanszaki hangversenyeken tájékozódhatnak gyermekük zenei fejlődéséről. Évente 2-szer, karácsonyhoz vagy a januári vizsgához csatolva, illetve tanév végén, júniusban tartunk ilyen jellegű koncerteket. A zongora irodalom páratlanul gazdag, mintegy 350 év muzsikáját játsszuk. Az évek során valamennyi korszakból egész a 18. századtól napjaink zenéjéig tanulunk kompozíciókat. Meg kell említenem a magyar zongorajátszás nagy múltját. A Liszt Ferenc által intézményesített oktatás nyomvonalán haladva előtérbe kerülnek a magyar mesterek, Bartók, Kodály művei.
A hangszertanítás pedagógiájának alapját olyan szakmai kiválóságok tették le, mint Varró Margit, Tőke Marian, vagy napjainkban Aszalós Tünde és Pap Lajos. Nagyon színes, bőséges és élvezetes a kicsiknek írt irodalom, amiből mi is merítünk. A gyermekbarát kiadványok jól segítik a tanár munkáját, örömmel forgatják a gyerekek, szívesen nézegetik, színezik ki a rajzokat. A gyerekek kreativitására, érdeklődésére épít. A régebbi korok tanítási metódusai azt hirdették, hogy a kiskezdők csak lassan tudnak zongorázni, de ma már ez egy túlhaladott álláspont, hiszen a picik fürgesége, érdeklődése és a körülöttünk zajló élet felgyorsult ritmusa azt kívánja, hogy játszva vegyük birtokba az egész zongorát. A vicces mozgásfejlesztők például a kenguruugrás, hörcsökfutás, a hópelyhek feloldják a testi-lelki gátlásokat, sőt, a kezünk különféle alkalmazása, könyök, ököl vagy a tenyér alkalmazása a billentyűkön már egyenes úton vezet a 20. század különleges hangzású modern zongora darabjaihoz. A zongoraóra nem csoportóra, mint a szolfézs, jellemzője a személyesség, alapfeltétele a kölcsönös bizalom. A tanár jól ismeri növendéke tulajdonságait, tudja, mivel motiválhatja, és ez meghatározza a tananyag kiválasztását, figyelembe véve növendéke lelki-testi adottságait. A baráttal vagy a tanárral közösen előadott négykezes vagy kétzongorás előadás van olyan izgalmas, mint egy pingpong meccs, vagy akár egy jó foci csapatban játszani. Tanszakunk folyamatosan részt vesz a város kulturális életében. Rendezvényeknek, hangversenyeknek állandó szereplői vagyunk. Hagyományosak voltak a szülőknek és a lakosságnak meghirdetett galériabeli karácsonyi koncertek, játszottunk már az apátsági hangversenysorozatban is. Nagy sikerrel az összművészet jegyében rendeztük meg óvodapedagógusok, zenetanárok és civilek összefogásával körülbelül 40 gyerek számára zenei táborunkat. A táncos és kézműves foglalkozások, hangszerbemutatók mellett minden nap privát és közös zenei fejlesztő programokat szerveztünk. A különböző korosztályú gyerekek nem csak a tanároktól, hanem egymástól is tanultak. A kisebbek ámulattal nézték idősebb, gyakorlottabb hangszeres társaikat, hogy szorgalmas munkával, kitartással mi mindent el lehet érni. A kamarazene, a négykezes zongoramuzsika összekovácsolta a csapatot. Nyitottabbá, a másikra odafigyelővé hangolta a gyerekeket. Zongoratanárként 15 éve tanítok Zircen. Tanévente 20-22 gyermek zenei fejlesztésével foglalkozom. Bár a nagy iskolákhoz képest piciny a zirci zongoratanszak, hiszen 30-35 gyerek jár ide, de mégis jelentős eredményeket mondhatunk magunkénak. Rendszeres, sikeres szereplői vagyunk a hazai versenyeknek. Az idén például két növendékünk kimagasló eredménnyel szerepelt a megyei Lantos Magda zongora versenyen. Az ő jutalmuk arany, illetve kiemelt arany első díj volt, de többször kaptunk helyezést a Ferenci György országos zongora versenyen, a nyíregyházi versenyről két tanulónk hozott díjat, valamint a legnagyobb elismerés egy első díj volt a bécsi Bartok zongora versenyről. Ezt is a mi tanítványunk hozta el. Végezetül úgy gondolom, a szülő már akkor megteszi az első lépéseket gyermeke javára, amikor eljönnek hozzánk megismerkedni. Iskolánkban nem csak zenét tanítunk, hanem zenével tanítunk, nevelünk. A személyiség kiteljesítése a zene eszközeivel. Egyfajta lélekgyógyítás zajlik itt, amire mai világunkban egyre nagyobb szükségünk van. Szeretettel hívunk mindenkit a zongoratanszakra.
tanítom itt a hegedűt, és a legkisebbektől a középiskolásokig minden korosztály választhatja a hegedűt. Hát a részeiről esetleg annyit mondanék el, hogy van egy előlapja, hátlapja, oldallapja, ez a csiga, ezek a kulcsok, ezzel a hangoló kulcsok, ezek a finom hangolók, ez a láb, ez a fogólap, ez a húrtartó, ez az álltartó, és van rajta két lyuk, ezt úgy hívjuk, hogy F-lyuk, és belül van egy pálca, ami a hegedűnek a, amit hogy hívjuk? Ki tudja? Lélek, ő a lelke, ugye? Akkor szól szépen a hegedű, hogyha jól van beállítva a hegedűnek a lelke. Kétféleképpen szólaltatjuk meg a hegedűt. Először a Martin fog nekünk pengetni, ő megmutatja, hogy milyen az, amikor valaki penget, és az ille fog vonózni majd, mert igazából, amikor valaki elkezd hegedülni tanulni, először pengetéssel kezdi, és majd utána jön a vonózás, amikor már megtanultuk a húrokon lefogni a hangokat. Nézzük. Szépen keressük ki az üres. Üres után az első, azaz nem morpasztunk, tudod? Martin, egy kis ovis még, de jövőre már iskolás lesz, és most szeptemberben kezdett tanulni, de nagyon ügyes. Húsvét alkalmából a Nyuszi Illa főben fogja elénekelni, meg elvonózni. Így fogjuk a vonót. Jó, és akkor kicsiknek szoktam még egyelőre segíteni a vonóhúzásban. Rajta! Vele most szerdán megyünk Pápára, az Auer Lipót megyei hegedűversenyre, és annak a műsorából játszunk egy kis részletet. Thank you.
Mindenkit sok szeretettel várunk a következő tanévtől hegedülni. Hangszerünk egy fafúvós hangszer, az egyik legősibb hangszer, amely úgy tartozik a fafúvósok családjába, hogy nincs semmiféle befúvó, fúvókánk, nádunk. Csak egy befúvójuk a hangszer közepén. Ez a hangszer régen fából készült és csak hat lyukkal rendelkezett. A legesleg népszerűbb talán a barokk zenei korszakban volt és a reneszánszban. A jelenlegi formáját pedig a 19. században Theobald Böhm készítette el, aki kimérte akusztikailag, hogy a lyukakat hová kell fúrni, segédbillentyűkkel látta el, és így könnyebben lehetett a hangszeren játszani. A hangszer három részből áll, a fejrészből, a test és a láb. 19. században ismét népszerű hangszerré vált, a hangszer főleg kamarazenei hangszer lett, viszont a barokk zenei korszakban szóló hangszerként is működött, gondoljunk a híres Bach-Brandenburgi versenyekre, ahol kamarazenei hangszerként működött, és a 20. században megint reneszánszát éli ez a hangszer, hiszen rengeteg kortárs mű született erre a hangszerre, ami abból adódik, hogy kiaknázták azokat a lehetőségeket, amiket korábban a zeneszerzők még nem találtak meg, így az akkordfújás lehetősége, felhangokkal való játék. Tehát a megszólaltatása nagyon egyszerű,
Csankovszki Nóra be is mutatja nekünk, az állunkra kell helyezni, és megtalálni a peremet, ahova a levegő beleütközik. És ez a beleáramló levegő rezonanciába hozza a fémet. Részlet következik Mozart varázsfuvalájából, Papageno csengettyű áriáját adjuk elő, kamarapartnerem Csankovszki Nóra, aki a 3. Béla gimnázium 10. tanulója. Szoktunk gyakorolni azokkal a kisgyerekekkel, akiknek még az ujja és a karja nem éri el a harántfuvolát. Palánkai Hanna tanítványom meg is mutatja ezt az egyszerű hangszert. Mai formájában műanyagból készül, és ezt a reneszánsz és barokk zenei korszakban fából készítették. Maga az a szó, hogy blokk, azt jelenti, hogy dugó. Mivel a hangszer vége egy dugó, és erre egy kicsike kis nyílást vágtak, itt fújjuk be a levegőt. És itt van maga a síp. A hangszer legnagyobb korszaka az a reneszánsz és a barokk zenei korszakban volt, és nagyszerű versenyműveket írtak erre a hangszerre, egészen Johann Sebastian Bachig befejezőleg. A 20. században pedig ismét előkerült a furulya, mint szóló hangszer, és kortárs művek tucatjai születtek erre a hangszerre. A formája az nagyon változatos volt a barokk zenei korszakban, ami a fából való kifaragott díszítéseit mutatja, és a hangszer egy nagyobb család, a szoprán, alt, tenor és basszus furulya, amiből áll, ebből a négy hangszerből. A szoprán furuljánk az egyvonalas C-től a háromvonalas G-ig szól, az alt furulya az egy kvárttal lejjebb, és a tenor és a basszus furulya pedig még mélyebb lágékban, tehát kiváló kamara együttesek lehettek, csak pusztán a furulyákból létrehozva. Hanna bemutat egy 20. századi szerzőtől írott művet, Hidas Frigyes, Én meg ő és Bujócska című dalokat. Thank you.
A hidas művel ez a kislány az ajkai furia versenyen bronzérmet szerzett a megyei furia verseny alkalmával. Csankovszki Nóra már bemutatta, hogy hogyan szólaltatjuk meg a fuvolát, hogy hogy ütődik bele a befúvó részbe a levegő, ami aztán rezonanciába hozza. Tündi megmutatja nekünk, hogy hogy szól egy egyvonalas G hang. És most fújjál egy kétvonalas G hangot. És csak a levegő erőátvitellel változik, és a harmadik oktávban vannak egyéb fogások. Most egy év tanulmány után már másfél oktávban lehet fuvolázni. Tündi egy Dorzsikó vetüdőt mutat be nekünk. Szülők, kedves gyerekek, szeretnék önöknek néhány gondolatot elmondani az irci fúvósok hangszeres oktatásáról. Karácsony Zoltán vagyok, részfúvós, 29. tanévben oktatok furiát és részfúvós hangszereket. Zircen az Alapfokú Művészetutási Intézményben 2012. augusztus óta dolgozom. A részfúvós hangszerek közül trombita és kürt hangszerek tanulására van lehetőség az intézményben. Saját gyakorlatom során mindig furián tanulásra alapozom meg a későbbi részfúvós hangszeren való színvonalas hangszerjátékot. A furiával történő megismerkedést fontosnak tartom, mert ezzel a hangszerrel minden tanuló rövid idő alatt szert tesz sikerélményre, valamint nagyon hamar örömet okoz szüleinek, nagyszüleinek, és ez mindig motiválja őket a további munkában. A kürt és a trombita hangszerek tanulására a második-harmadik osztályos korban érnek meg a gyerekek. Munkám során kiemelten fontosnak tartom, hogy tanítványaimnak mindig legyen sikerélménye. Minden héten minimum egy lépést tegyünk előre, és így motivációjuk is folyamatos lehet. 2-3 év egyéni tanulás után következik a kamarazene 2-4 fős csoportban, majd a következő lépcsőfok a fúvószenekarban való közös zenélés lehet. A közös munka során gyakorolni tudjuk a toleranciát, az egymásra figyelést, és az idősebb, gyakorlottabb társaktól is sokat tanulhatnak a gyerekek. Tavasztól őszig többször van módjuk szabadtéri rendezvényeken bemutatkozni, Zircen és a környező településeken is. Az Zirci Fúvós Együttes következő fellépése 2014 május 23-án pénteken 13 órakor az Apátság udvarán Zirc 30 év város című műsorban lesz. Kérem, fontolják meg gondolataimat, és várom önöket és gyermekeiket az Zirci Zeneiskolában.